Sam Raimi az az ember, aki a gonosz halott filmekkel elérte, hogy nem szívesen mész be elhagyatott erdei házakba, és ha mégis bemész, majd ott találsz egy nagyon furán kinéző könyvet, sikítva rohansz ki, és meg sem állsz, mint egy Usain Boltba oltott Forrest Gump. Raimi mindig is horrorban volt a legjobb, de a Tobey Maguire féle Pókember trilógiával bebizonyította, hogy a képregény filmekhez is ért. Ami ugye a legkevésbé sem horrorisztikus, bár a harmadik résznek azért akartak eléggé horrorszerű részei, de ezekre soha többé nem beszélünk. Szóval Raiminek van már múltja a Marvellel és Pókember ügyfélkörével, úgyhogy valamennyire azért nem meglepő, hogy ennyi idő után visszahívták filmet rendezni, de Doctor Strange második önálló kalandját végignézve jön rá az ember igazán, hogy miért pont Raimi kellett erre a feladatra. Nem azért, mert a Marvelnél olyasmit akartak, mint a régebbi pókemberek, ez meg aztán végképp pláne nem, hanem azért, mert ők horrorban gondolkodtak, azon belül is pont olyan horrorban, amihez Raimi ért a legjobban. A Doctor Strange az őrület multiverzumában bármennyire is meglepő, de sokkal inkább hasonlít a gonosz halott filmekhez, mint egy átlagos szuperhősös hacacáréhoz, és ez annyira jó látni, hogy az ember el sem hiszi, hogy a Marvelnél tényleg rábólintottak erre. És nem arról van szó, hogy a multiverzumban olyan durván menne a trancsír és multivérrel lennének lefestve a multifalak, de azért van itt vér. Marvel filmhez képest meglepően sok, és még régi barátaink a jumpscare-ek is beköszönnek szép számmal, ami aztán végképp felfoghatatlan. De az őrület multiverzuma azért persze még mindig egy Marvel film, szóval nem érdemes arra számítani, hogy egyszer csak Strange keze helyére is láncfűrész kerül, aztán elröppent egy Groovy-t, arra viszont sokkal inkább, hogy a főhősei különféle válogatott szörnyűségekbe keverednek, amelyek viszonylag gyorsan most is abban realizálódnak, hogy szuper lények színes energianyalábokat lőnek majd egymás felé, mert ha ilyesmi nélkül készülne Marvel film, akkor az univerzum szétrobbanna. Csak éppen a szuperharcokat teljesen elhomályosítja az, hogy az ember a film 70%-ában azon mosolyog, hogy egy szépen kifejlett Sam Raimi filmet lát nagy vásznon, amiben valaki már megint egy furán kinéző könyvet akar megsemmisíteni, ami tele van fura varázslatokkal, csak éppen nem egy erdőben, hanem látványosabb helyeken, ahol látványosabb harcokkal, látványosabb módon lehet belekeveredni különféle látványos borzalmakba. Talán egyetlen Marvel film élvezhetőségesen függött még annyira attól, hogy a nézője mennyire szereti a rendezőjét, de itt most erről van szó. Aki nem bírta a gonosz halott filmeket, az meg se próbálkozzon ezzel a mozival. Aki viszont bírta, az talál benne bőven elég élvezhető pillanatot, még akkor is, ha a film első harmada köszönő viszonyban sem lesz a többi részével is. Jó, akkor már most kezdjünk el beszélni arról is, hogy mi a baj ezzel a filmmel. A Marvel érezhetően kísérletezget a negyedik fázisban. Jött már tőlük Wuxia, Shang-Chi-val, romantikus dráma az örökkivalókkal és egy egészen mély morális kérdéseket feszegető sorozat is a WandaVision-nel, csak éppen nem elég bátrak ahhoz, hogy teljes egészében alárendeljenek egy filmet vagy egy sorozatot az alapkoncepciójának. Ez még nem is feltétlenül lenne baj, ha végül ügyesen kanyarintanák a sztorit, de néha már úgy tűnik, mintha ezek a műfaji kísérletezgetések inkább csak azt a célt szolgálnák, hogy elfedjék, mennyire nem sikerült igazán emlékezetes történetet írni az adott filmhez. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy ne tudnám az őrület multiverzumának teljes sztoriát 5 mondatban leírni, a formai világához ennyi viszont már nem lenne elég. Maga a történet tulajdonképpen a WandaVision közvetlen folytatása, ami újfent kérdéseket vet fel, hiszen egy olyan sorozat sztoriának utó életét látjuk, amelyet a világ bizonyos részein Disney Plus hiányában az ember csak torrentről láthatott. Magyarul, aki nem volt hajlandó netről letölteni a WandaVision-t, vagy nem akar sorozatot nézni, az csak pislogat, hogy mi történik itt, miért vannak Wandának nem létező gyerekei, és miért akarja őket visszakapni. Akinek esetleg fogalma sincs, hogy mi a franc az a WandaVision, annak itt egy kis gyors talpaló. A WandaVisionben a Thanos elleni harcban elesett Vision elvesztésébe beleőrült Wanda egy kisvárosba megy, ahol varázslattal az uralma alá vonja a teljes lakosságot, és egy olyan világot teremt magának, ahol Vision még él, gyerekeik születtek, akik úgy nőnek, mint a beszpídezett gombák, és különböző évtizedek vígjáték sorozatainak hangulatában telnek a mindennapjaik. A nő története igazi dráma, de igen, jön azért egy főgonosz, és elkezdenek egymással a levegőben energianyalábokat lőni, mert különben nem kapnának fizetést. A sztori végén a megtört Wanda eltűnik a kisvárosból, majd egy elhagyatott faházban kezd tanulmányozni egy furán kinéző könyvet, amiről a Sam Raimi filmjei óta tudjuk, hogy nem jó ötlet, mert nem sokára jön a futás meg a sikítás. Itt vesszük fel a fonalat, illetve pontosabban nem egészen, mert közben még történt egy kis multiverzumos balhé is Pókemberrel, amely után Strange már test közelből is megtapasztalta, hogy milyen különféle dimenziók között rohangálni. Az őrület multiverzumának sztorivonalában azért lesz erre szüksége, mert megjelenik egy lány, bizonyos America Chavez, akinek elég érdekes szuperképessége van, kaput tud nyitni a multiverzum egy tetszőleges pontjára, amelyen átugorva mindenki egy másik dimenzióban találja magát. És nem, ez nem olyan, mint a Budapest parkos ajtó 10 feles után, de egyébként hasonló. Egyetlen probléma akad, mégpedig az, hogy a lány nem tudja irányítani a képességét. Wandának, aki azóta már a Skarlát Boszorkány művész néven folytatja tevékenységét, nagyon kellene America Chavez képessége, hogy együtt lehessen fiaival egy olyan univerzumban, ahol élnek és egészségesek, úgyhogy megpróbálja lenyúlni azt, miközben Strange és a lány különféle dimenziókon átkalandoznak, és próbálják elkerülni a mindenkin átgázoló boszorkányt, aki egyébként mintha elfelejtette volna, hogy volt neki egy szerelme is.
És itt jön a film egy másik óriási kérdése. Mi a franc van Visionnel? Mármint nem a jelenlegi univerzumban, hanem a többiben. Nem akarja visszakapni a boldog életét Wanda, csak a gyerekeit? Miért csak egy olyan univerzum érdekli, amiben nincs Vision? Paul Bettany nem ért rá? Tojik a farmra? Papa helyén marad? Csak mert hát ha már itt egy rakásdimenzió, akkor mennyiből tartana találni egy olyat, amiben Wanda, Vision, meg a gyerekek is boldogan élnek együtt? Vagy az durván feláras lenne? Akadnak kérdések bőven, de ahelyett, hogy válaszokat adna a film, inkább veszett tempóban rohan előre. Néha túlságosan gyorsan is, ami lehet, hogy nem a véletlen műve, mert a Doctor Strange az őrület multiverzumában eredetileg jóval hosszabb lett volna. Raimi 2 óra 40 percesnek szánta, és a film első harmadán érezni is, hogy olyan vehemensen ugrál egyik jelenetről a másikra, mint a nem lenne holnap, vagy mint a hiányoznának nagyon fontos részek, amelyek ívet adnak a történés folyamnak. A Doctor Strange 2 egyáltalán nem egységes film, és ez az, ami sokakat igazán zavarba hozhat. Rengeteg tekintetben szakít a Marvel-es hagyományokkal, ezúttal például nem a film vége válik hagyományos szuperhősös csihipuhivá, hanem azzal indít, hogy utána aztán tényleg szabadon engedhesse Sam Raimit, aminél jobbat nem is tehetne. A sztória papírvékony, akadnak benne ellentmondások is, de szépen folytatja és lezárja a WandaVision-t, bevezet egy új, fiatal, de sajnos nem túl érdekes szuperhőst a buliba, és még Bruce Campbellt is előhúzza a kalapból egy rövidke, de gonosz halott rajongóként nézve nagyon is imádnivaló szerepereig. Magyarul ki vannak szolgálva a rajongók, de a Sam Raimi rajongók, és nem feltétlenül a Marvel rajongók. A rendező valószínűleg baromira élvezte, hogy olyan beállításokat és akár konkrét jeleneteket is behozhat, amelyeket az Evil Dead-ekben használt. Így ez a Marvel menet egyáltalán nem gyerekeknek való, de azért az sem érdemes várni tőle, hogy az ember elővegye a váltás alsóját. Ha szeretted Raimi gonosz halott filmjeit, akkor valószínűleg sokkal közelebb kerül majd a szívedhez, de ha nem, vagy ha nem láttad őket, akkor jó eséllyel nem fogod érteni, hogy egy-egy semmit mondó ajtóbecsapódástól miért morzsol el a melletted ülő egy könycseppet. Szóval, ha szereted a rendezőt, akkor nagyon élvezhető kaland a Doctor Strange az őrület multiverzumában, és nagyon dicséretes, hogy a Marvel óvatosan, de próbál kitörni a komfortzónájából, viszont ha a filmjei sokkal inkább arról maradnak emlékezetesek, hogy milyen stílusjegyeket használtak, mintsem arról, hogy milyen remek sztoriuk volt, akkor rövid idő alatt ezek a kalandozások is unalmassá válhatnak. Persze, biztos van egy olyan univerzum, ahol ez sokáig elég. Ha tetszett a videó, iratkozz fel ebben az univerzumban és az összes többi létezőben is.